Istenem, örök atyám, szent kezedbe adom lelkem. Légy jóságos bírám, engedj haza országodba engem. Rizz Levente azok közé tartozott, akikről még az ellenfeleik is elismeréssel beszéltek. Kerülete iránti elkötelezettségét nem csak három cikluson át végzett munkájával és nagyívű városfejlesztési terveivel, hanem azzal is bizonyította, hogy még súlyos betegségével harcolva is, ugyanazzal a lendülettel dolgozott Rákosmentéért és egész Budapestért. Mély megrendüléssel értesültem róla, hogy Rákosmente polgármestere, Rizz Levente már nincs közöttünk. Személyében egyszerre veszítettünk el egy régi harcostársat és egy kiváló városvezetőt, aki nem csak irányította, de szolgálta és tiszta szívből szerette a kerületét. Budapesten ő volt a legnagyobb mértékben támogatott kormánypárti polgármester. Ez nem volt véletlen. Ismerte és szerette a városrészt, ahol élt, bár tudjuk, korábban Lőrincről származott el, és amelyet vezetett. Legnagyobb szenvedélyének saját bevallása szerint polgármesteri hivatását tartotta. Munkájának köszönhetően Rákosmente folyamatosan változott, gyarapodott. Vezetésével olyan modern kertvárost építettek fel, amelyre méltán büszkék lehetünk valamennyien. Egyik legközelebbi munkatársam volt, ezért halála, elvesztése számomra egyben személyes veszteség is. Közös munkánk során tapasztaltam, hogy minden törekvése, minden kerületéért és fővárosért tett intézkedése Budapest érdekeit szolgálta. Azonos volt a hitünk, hasonló az értékrendünk, a felfogásunk, a közgyűlésben talán a legnagyobb támaszom volt. Mindössze 45 évet ért meg ezen a földön, de Rizz Levente mégis tartalmas életet élt. Ebben a megdöbbentően és keservesen rövidre szabott időkeretben is közösségéért is tenni tudó, hasznos emberré érett. Szeretteinek alig gyógyuló seb az elvesztése. Aki nemes életet élt, könnyebben közelít a halálhoz. Levente nemes életet élt. Mint főpolgármester, a Budapesten élő polgárok nevében is búcsúzom, magánemberként, mint személyes jó barát megrendülten állok emléke előtt, bár hiszem, hogy testben élni maga a halál. Isten veled, Levente, a mi hitünk szerint egyszer találkozunk. Az ő keze nyomát fogja tükrözni a főtér, a parkok, a játszóterek, a felújított óvodák, bölcsödék, orvosi rendelők, a megépített utak és járdák, a sportpályák, és számtalan az ő kezdeményezésére megvalósult beruházás. Bárhol járunk majd a kerületben, mindenhol az ő alkotó munkájával fogunk találkozni. Sokáig küzdött a betegséggel, hitt abban, hogy ezt is le fogja győzni, mint azt a számtalan nehézséget, amellyel élete során találkozott. Ezt a harcot már nem tudta megvívni. Polgármesterként, közéleti emberként, olyan valakiként, aki messze túllát a saját szempontjain, milyen hallatlanul sok jót tett. De nekem egyszerű embernek mégiscsak hozzá kívánkozik mondani azt, hogy talán nem ismerek rajta kívül még olyan valakit, akinek adatott hatalom és adatott pozíció, és ennyire nem a hatalom logikája szerint élt vele. Hogy a döntéseit hozta, és ahogy cselekedett, abban újból és újból megjelent az a vágya, hogy hogy lehetne ezt igazán emberségesen. Hogy csinálja ezt Jézusnak a barátja. És én újból és újból rácsodálkoztam arra, hogy ő ki kitalálta, hogy ezt hogy csinálja Jézus barátja.
és részeltem.